Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, énekeljük fennállva a 25. Zsoltárunk első versét. 25. Zsoltárunk első versét énekeljük szívemet hozzád emelni, és benned bízom.
mi segítségünk és szentest ünneplésünk, megáldása és megszentelése Istentől jöjjön, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, hogy hogyan szól a karácsonyi történet. Olvasom azt Lukács evangélium a második fejezetéből, a második fejezet első 20 verséből. Míg a megnevezett helyről Isten igéjét felolvasom, azt helyüket elfoglalva, így egy szívet hallgass. Lukács evangélium a második fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városából, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házában és nemzetségéből származott, hogy összeírják egyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepújálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka anyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójára fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Ámen. Isten áldása legyen az ő igéinek hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Ezért jöjjetek fennáll. Örökkévaló Istenünk, az első karácsonykor nem akartad, hogy a társadalom kiszorított rétege, a pásztorok, akik mindennapjaikat a pusztában, távol a városoktól élik, hogy ők lemaradjanak az örömhírről. Az első karácsonykor nem szeretted volna. A más nemzetiségű, tudós emberek, akik folyamatosan fülkészték az eget, lemaradnának a karácsony nagy öröméről. Küldted a fényes csillagot, küldted az angyalt, azért, hogy pásztorok és napkeleti bölcsek is mindenhol elinduljanak, és Betlehemben megtaláljanak téged. Köszönjük Istenünk, hogy több mint 2000 év elmúltával nem akartad, hogy itt Tiszavasváriban valaki lemaradjon az örömhírről. Köszönjük, hogy meggondolhatott a harang, köszönjük, hogy kinyithattuk a templomunkat, köszönjük, hogy szép gyermeksereg készülhetett karácsonyi műsorral.
azért, hogy rajtuk keresztül is ragyogjon a te fényed, a te szereteted, és mindenki megtudja, üdvözítő született ma, aki az Úr Krisztus Dávid városában. Köszönjük, te vagy ma is számunkra a szabadító Úr. A szabadító, aki kiszabadít szomorúságunkból, gyászunkból, elkeseredettségünkből, fáradtságunkból, életuncságunkból. Te vagy az, aki kiszabadítasz bennünket a jövőtől való félelemből, és igazi békességgel, nyugalommal, szeretettel töltesz be. Te vagy a mi üdvözítőnk, aki bűneinkre bocsánatot és üdvösséget hoztál, és aki helyet készítettél nekünk a halálottóra és a országban. Kérünk, Krisztusunk, ragyogjon fel újra a te nagyságod itt most ezekben a percekben. Szóljon a te igéd biztatóan, bátorítóan, szívet melengetően, igazságra mutatóan. Azért, hogy mindannyian ne csak elinduljunk feléd, hanem nálad otthonra is lejjünk, és el tudjuk fogadni azokat a mennyei kincseket, amelyekkel meg akarod gazdagítani ezen az estén életünket. Kérjük, hogy szólj most hozzánk, várjuk a te éltető szavadra. Urunk, a te végtelen irgalmadból kérünk, áld meg, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 401. dicséretünknek a 6. versét. 401. dicséretünk 6. versét énekeljük. Hála legyen mennybéli szentatyánknak, hála legyen született Jézusunknak. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bebójálva fekszik a jászolban. Ámen. Foglaljunk el. Milyen bölcs, milyen előrelátó, milyen kreatív az Úristen. Amikor kifundálta magában, a maga gondolatában, hogy megváltja ezt a világot, hogy az embereknek szabadulást, üdvösséget, békességet, szeretetet hoz, azt nagyon kreatív módon találta ki. Nem egy olyan fiút küldött Jézus Krisztus személyében, aki félelmetes, aki mennyei kardot lebegtet, aki angyal szárnyon suhan át az égen, nem egy olyan valakit küldött, akik angyali sereget sokasága kísér, miközben ő vágtat egy fehér paripán, hanem egy olyan Jézus küldött, aki elfér egy anyaméhben, majd utána elfér egy jászolban. Egy olyan Úr Jézus küldött, aki elfér egy édesanya Mária övében, egy egyszerű gyermeket, egy csecsemőt. Mert amikor az ember meglát egy csecsemőt, akkor attól nem fél, csak ha nagyon jó úrít, akkor.
De ha meglátok egy csecsemőt, akkor rögtön elmosolyodunk. Akkor talán a kiabálás, a veszekedés is alánk hagy. Ha meglátok egy ilyen kis csöpp életet, akkor mindenki elérzékenyül. Akkor rögtön halkabban beszélünk. Akkor rögtön vonz bennünket annak a gyermeknek a látványa, és oda akarunk menni a babakocsihoz, benézni a kisányba, a bölcsőbe, elnézni őt. A kisgyermek közelében az indulatok lecsendesednek, a hangzavar megszűnik, mindenkinek tágra nyílik a tekintete, és egy-egy lépést közelebb tesz az újszülött gyermekhez. Ilyenek vagyunk mi emberek. Egy egyszerű gyermekkel, egy egyszerű élettel kapcsolatban. Vajon akkor milyen lehetett az első karácsonykor az a bizonyos jászol? Milyen lehetett a napkeleti bölcseknek? Milyen lehetett a pásztoroknak oda menni és belenézni? És nem a szomszéd gyermeket, nem a te kisunokádat látni, hanem az Isten fiát, akit sokszor sokféleképpen álmodtak meg a középkori művészek is, festettek le a festményen, a kis glória, meg szőke vagy éppen barna haj, attól függ a festőnek, melyik tetszett jobban, kék vagy barna szem. Hogyan képzeljük el, milyen lehetett, ki tudja. Egyet tudunk, hogy amikor belenéztek a jászolba, megérezték, megtudták, rendkívüli ez a gyermek, mert ragyog, mert fénylik, mert áraszt magából valami olyasmit, amit senki más nem tud. Nyugalmat, erőt, békességet. Milyen a te kis Jézusod? Ha most meg kellene így fabrikálnod a magad kis jászolt, amiben beleteszed a kis Jézust, milyennek formálnád? Miközben a gyerek műsorra készültünk is, tegnap délelőtt vasalgattam a gyerekeknek a ruháját, hogy szépek legyenek, szép kis angyalok, ugye, hogy éppen József és Mária. Éppen ezen gondolkoztam, vajon, ha nekem kellene kiformálni a kis Jézusnak az arcát, azt a jászolt, azt a kis jelenetet, vajon milyen lenne? Egy történetet szeretnék felolvasni. Oroszországban egy árvaházban misszionáriusok, külföldről jött misszionáriusok mentek el, és vitték a betlehemes történetet, és mondták el neki karácsony történetét. Az egyik misszionárius így számol be az ott látottakról. Amikor véget ért a történet, minden gyereknek adtunk három kis darab kartonpapírt, amiből egyszerű jászolt készített. Kaptak egy kis sárga szalvétadarabot is, ami aztán az útmutatásunk szerint vékony csíkokra téptek, és szalmaként a jászolba tették. Világos barna filcből babaformákat vágtak ki, egy régi Halloweenből pedig négyszögű flanel darabokat, hogy a babáknak takarójuk is legyen. A gyerekek serényen dolgoztak, hogy összeállítsák apró jászlaikat. Én pedig körbejártam közöttük, hogy segítsek, ha valamelyiküknek szüksége lenne rá. Minden rendben ment. Aztán ahhoz az asztalhoz értem, amelyiknél egy 6 év körüli kis Misa ült. Éppen elkészült a munkájával. Amikor szemügyre vettem a jásznál, elképedtem, mert nem egy, hanem két baba feküdt benne. Gyorsan hívtam a tolmácsot, hogy megkérdezzem a kisfiútól, miért így készítette a jászolt. A fiúcska széttárta a karjait, elgondolkozva nézte a pici jászolt, aztán nagy komolyan belefogott a karácsonyi történet elmesélésébe. Életében most hallotta először ezt a történetet, úgyhogy meglepett, milyen pontosan emlékszik rá. Amikor ahhoz a részhez ért, hogy Mária a kis Jézust a jászolba fektette, innen egészen sajátos módon folytatta eképpen. Amikor Mária a babát a jászolba tette, Jézus rám nézett, és megkérdezte, hogy hol lakom. Elmondtam neki, hogy nekem se mamám, se papám, se otthonom nincs.
Ekkor Jézus azt mondta, hogy lakhatnék nála. Azt feleltem, hogy ez nem megy, mert én nem tudok neki ajándékot adni, mint mások. De annyira szerettem volna Jézusnál lakni. Gondolkodtam, nincsen valami, amit odajándékozhatnánk neki. Eszembe jutott, hogy megmelegíthetném őt. Úgyhogy megkérdeztem Jézus. Ha melegen tartalak, az olyan lenne, mint egy ajándék. Jézus erre azt felelte. Ha melegen tartanál, az volna a legszebb ajándék, amit valaha is kaptam. Akkor befeküdtem mellé a jászolba, és Jézus rám nézett, és azt mondta, hogy most már vele maradhatok. Mindig vele maradhatok. Mire Misa befejezte a történetét, elöntötték szemét a könnyek, és megállíthatatlanul katagzottak végig az arcán. Arcát kezébe temette, és fejét az asztalra hajtotta. Két kis válla csak úgy rázkódott a keserre zokogástól, mert ez az árva kisfiú végre talált valakit. Valakit, aki sohasem hagyná el, vagy bántaná őt. Valakit, aki mindig vele lesz. Ezen az első karácsonykor nem tudjuk, mit olvastak ki a pásztorok és Jézus szeméből. De neked ezen az estén, így 2000 éve elmúltával, neked is ez súlya. Én mindig velem maradok. Velem maradhatsz. Örökké. Én nem foglak bántani, én nem foglak becsapni, én nem foglak kihasználni, én nem foglak elárulni, én nem fogok tőled semmit kizsarolni. Maradhatsz nálam. Milyen nagy ajándék, kedves testvérek, mert ezen az ünnepen sok mindenre van szükségünk. Meleg házra, finom ételre, ajándékra, családra. De igazából szükségünk lenne valakire. Valakire, aki azt mondja, hogy én mindig veled leszek. Akkor is, amikor az árak tovább emelkednek. Akkor is, amikor a háború zaja egyre jobban terjed. Én mindig veled leszek. Mondja ezt Jézus. Én már nem a kisded. Nem a csecsemő, nem az újszülött, hanem az a Jézus, aki utána felnőtt, aki utána bejárta Izrael földjét, és gyógyított betegeket, feltámasztott halottakat, vigasztalt gyászolókat, barátkozott, kitaszított emberekkel, és utána odaadta magát értünk a kereszten. Megjárva a poklok poklát meghalt, de harmadik napon feltámadt. És mielőtt felment a mennybe, ezt mondta a tanítványainak. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Lehetsz Jézussal, lakhatsz nála. Oda dőlhetsz mellé az ő jászolába. Mert mi Jézus jászol? Ez a gyülekezet. Ez a templom. Ez az a jászol, ahol itt van Jézus. Ahova mellé dőlhetsz, ahol megölelheted őt, ahol szeretheted, és ahol ő nagyon szeret téged. Amikor előveszed a Bibliát, amikor imára kulcsolod a kezedet, amikor otthon majd a karácsonyfa mellett leültök, és talán már mindent megettetek, amit bírtatok, mindent kibontottatok, ami be volt csomagolva, és talán eszetekbe jut, hogy eléneklünk egy karácsonyi éneket, akkor tulajdonképpen oda dőlt Jézus mellé. Abba az ő kis jászoljába, ami ott volt a betlehemi istállóban. A jászolba, ami nem olyan ékes, ami nem olyan kényelmes, mégis a világ legjobb helye, mert Jézus lakik benne. Lakhatsz nála, Jézus nála, mert megengedi, mert hív téged. Ez az ő legnagyobb ajándéka ezen az estén. Dőlj mellé és öleld meg őt. Mert ezt az egyet várja el. Ajándékba te is ezt adhatod neki, mint ez a kisfiú. Melegítsd az Úr Jézust. Melegítsd őt imáddal. Melegítsd őt énekeddel. Melegítsd őt azzal, hogy feltárod előtte kívánságaidat, félelmeidet, aggodalmaidat, vagy örömeidet. Melegítsd az Úr Jézust ott a szívedben, a lelkedben, hogy kinek üljön. Mert milyen vendégség az,
ahogy ideg van. Amikor teológus voltam és legátusként kellett különböző gyülekezetekbe járni, az első egy-hány gyülekezetekre nagyon emlékszem, többek között egy városi gyülekezetben voltam, Miskolc környékén, és egy idős házaspár fogadott, és emlékszem, hogy bevezettek a vendégszobába, és rettentő hideg volt. Régi parókia, nagyon hideg falak, egy kis gázkonvektor pislákolt ott, hát első vagy másodéves lehettem, nem mertem még szólni semmit, csak mosolyogtam, még kabátba fogok aludni, mindent az ügy érdekében. Emlékszem, hogy karácsony első napja végére, estére lett talán olyan idő, hogy kiolvadtam. De hát egy olyan szobában lenni, ami hideg, ahol nem melegít semmi. Egy olyan családban lenni, ami egy hideg, amely rideg, ahol nem melegít senki. Egy olyan életben lenni, ahol nincs Krisztus, ahol eljön. Ez a legszomorúbb állapot. Jézus azt várja, öleld őt. És ez a te biztosítékod, ez az a kapaszkodód ebben a világban. Gyerekekkel gyakran elmegyünk itt a strandra, és nem szeretik a hullámverést. Mindig azt mondom nekik, kapaszkodjatok erősen belém. Megyünk mi a közepére, ha kell a legvégére, csak kapaszkodjatok belém, és nem lesz semmi baj. Most már tudnak ugyan úszni, de azért vissza-vissza jönnek, és belém kapaszkodnak. Hullámzik, nem csak a strandon, a víznyáron, hullámzik ma Európa, hullámzik a világ, hullámzanak az árfolyamok, minden hullámzik már, és benne a mi lelkünk, a mi életünk is. Van-e, akit ölelj? Van-e, akibe kapaszkodj? Jézus azt mondja, gyere és dőlj mellé, ide a jászolba, ide ezen az ünnepen, kapaszkodj belém, és nem fog elsodolni semmi, nem fogsz belefulladni ebbe az életbe, annak a hullámaiba. Jöjj és ölelj engem, tarts melegen, ne feledkezz el rólam, tartsd melegen az Úr Jézust ott a szívedben, imádkarolásával, bibliaolvasással, gyülekezetbe, templomba járással, öleld őt, azért, hogy talpon maradj. És aki odadől mellé a jászolba, és melengeti Jézust, az majd meg tudja ölelni a másik embert is. Mert nem csak a kis Jézus fázik ebben a hitetlen, zord, szeretetlen világban. Talán lehet, hogy a szüleid is fáznak, akiket régen hívtál fel, régen látogattad. A szomszédod, akinek régen mondtad azt, hogy jó napot. A munkatársaid, akivel nem szoktál beszélgetni, akinek nem mondasz köszönetet, mert elvégez valamit, hát ezért van, ezért fizetem. Hányan dideregnek, fáznak ebben a világban, gyermekeid, mert nincs idő rá, feleséged, férjed, mert nincs idő rá, hogy megöleld. Ó, hányszor van úgy, én is szaladok, jövök, megyek, tisztelt és azt mondja, kikönyörgi magának egy ölelést, és úgy futtában megölelem, azt mondja, nem, maradj itt is rendesen. Igen, úgy rendesen. Én le tudnám egy fél ölelésből, csak ennyi, mert menni kell, mert csöngetnek, a gyerekek várnak, a hittanórán elszabadul a világ, mi lesz így? Nem. Legyen idő megállni, és rendesen ölelni. Rendesen, hogy a benned áradjon, hogy átjárja a másikat. Ölelésed, szereteted a melege. Jézus hív téged ma, dőlj oda az ő kis betlehemi istálóban, oda rászólva, dőlj oda mellé, és öleld őt, a biztos pontot, hogy el ne sodorjon a világ. És menj tovább ennek a jászolnak a melegével, menj és öleld családtagjaidat, mert erre van most szükség, melegre, szívből jövő melegre, isteni mennyei melegre, hogy mindenki átmelegedjen. Ne csak kezünk, ne csak lábunk, ne csak ott, ahol a pat melegít, hanem így belül a szívünk, a mi lelkünk is. Az Úr Jézus ma is ezt súgja neked. Lehetsz velem, örökké, mindig. Csak ölelj engem. Ölelj szorosan, el ne hagyj, mondja az Úr. És vidd ennek a szeretett közösségnek a melegét. Vidd azoknak, akik várják, akik dideregnek, akik fáznak. Hogy legyen átmelegedett,
hogy legyen boldog a karácsony. Így legyen. Amen. Isten megszólító szavára válaszolva énekeljük a 401. dicséretünket, a 7. versét. Megkezdett dicséretének utolsó 7. versét énekeljük. Ó örök Isten, dicső Szent Háromság, szálljon virág, mennyei vínos. Megbízható vagy kevésbé megbízható szomszédok, ismerősök. Elmehetnek szeretteink a minden élők útján, mert magadhoz ragadod őket, de tőled mi a halál sem választhat el bennünket. Köszönjük ezt a mérhetetlen szeretetet, ezt a szoros kapcsolatot. Nem akarunk megválni tőled, Urunk, mert Te vagy a biztos pont, Te vagy a reménységünk. Belőled merítünk erőt, amikor elfáradunk. Belőled merítünk reménységet és vigaszt, amikor ravatal mellett állunk. Belőled merítünk boldogságot akkor, amikor beleununk ennek a világnak a pillanat örömeibe, és vágynánk egy igazi, el nem múló boldogságra. Ragaszkodunk hozzád, Urunk, mert végre valaki erősen fog bennünket, és hiszünk nem sorol el semmi. Történhet bármi, ma, holnap, a jövendőben, ha téged ölelünk, életben maradunk, megmaradunk, sőt, örök életünk lesz. Segíts, hogy melegítsünk téged ott a szívünkben, hogy az jó lakhelyre essünk. Melegítsünk imádsággal, hálaadással, dicsérettel, igeolvasással, úrvacsora vétellel. Melegítsünk téged az élet egyedüli forrását. Csak, hogy a betlehemi jászol melegét vigyük tovább. Vigyük tovább, amikor megöleljük a másikat. Amikor észreveszünk, hogy a másik videreg mellettünk, mert a kötelező dolgokat megbeszéljük, de régen dicsértem meg őt. Régen köszöntem meg őt, hogy van nekem. Addurunk, hogy leljük a másikat egy-egy telefonhívással, ne feledkezzünk el azokról, akik olyan fontosak nekünk. Kérünk Istenünk, áld meg ünneplésünket itt a gyülekezet közösségében. Áld meg ünneplésünket a családunkban, amikor hazamegyünk, amikor vacsorázunk, amikor ajándékokat bontunk. Szeretettel forduljunk egymás felé, és töltsön le bennünket a Te mennyei békességet. Árasz áldásodat erre a településre, annak vezetőire, magyar népünkre, országunkra, annak vezetőire, erre a teremtett világra és annak nagy embereire, hatalmasságaira, vezetőire. Legyen már véve béke. Legyen már az emberekben jó akarat, legyen már vége szeretet. Öleljük és ne öljük egymást, és szeressük és ne irigykedjünk egymásra. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat, Te, aki így tanítottál imádkozni.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva, hallgassuk minket, minden szépen. Profétáknak, hogy küldeni fog szabadítót az egész világnak.
Mindezek Isten szavát a szívébe zárta, a messiás érkezését várakozva várta. A római császár nagy birodalmában parancsot hirdetett egy szertében hosszában. József és Márk. József és Mária is felkerekedtek, szülővárosukba Betlehembe mentek. Hosszú volt az útjuk, nagyon elfáradtak, hát a legyelentől majd összeeskadtak. Hiába volt minden, fogadók telve már, a szent szülőpára csak egy istálló vár. A barlangban jászol, s mellette állatok, párolom a testük, szeridek jámbor. József gondoskodva vigyáz Máriára, szalmából ágyazva széna lett a párna. Ilyen környezetben jött el a világra újszülött gyermekként Jézus Isten fia. Betlehem mezején pásztorok vigyáztak, nyájukat őrizve, égre nézakáztak. Egyszer csak hirtelen világosság támad, félelemmel nézték, ilyet még sosem. Dicsőség, dicsőség, mennyben az Istennek, békesség, békesség, földön az ember. Pásztorok, pásztorok, hava fel, kelljetek Betlehembe, Betlehembe, gyorsan siessetek. Mert született Jézus, világ ája, ott felcsikajásolva, csípembe bújja. Jó atyám, ne hagyj el, édes jó apám, serkenj fel, mi a baj, édes fiam, nagyon megijedtél? Tán bíz az álmodban, rosszat cselekedtél? Édes öreg apám, kedd ne haragudjon, de valami angyal költött fel az álmomból. Édes öreg apám, szent volt minden szava, ma Krisztus született erre a világra. Hogy valahol Krisztóf vagy mi születe, ugyan fel volt ezért feltöltenek. Édes öreg apám, félre most a móka. Jézus született a világ megváltója. Ugyan édes öreg apám, mélyen aludhattál, hogy te semmiről semmit nem tudhattál. No, hát gyávák vagytok, ostoba lények, az árnyékatoktól is hamar megijedte. Mit gondoltok, ha csoda történik, azt éppen néktek az orratokra köti? Menjetek el a városba, ott találjátok Jézust a jászolba. Oszlik a fény, s mi mit tegyünk, hogy mindenről meggyőződjünk? Ne gondolkozzunk sokáig, menjünk el, mint Betlehemig. Mit képzeltek ilyen hívben, újszülötthöz üres kézzel, tisztelegjünk teljes ajtal, meg egy gyenge kis bárányal. Édes öreg apu, menj előre, kérdezd meg, nem mehetünk-e.
ugyan mi állatban van? Későire kit keresnek? Talán tisztállás értem? Egy kis gyermeket keresünk, aki ma született nekünk, égi hének teremtette, Isten fiát földet. Itt a gyermek a jászolban, úgy, ahogy az angyal mondta. Tisztelettel megkérdezzük, közelebbről megnézhetjük? Jöjjetek a jó emberek, csak csendesen nézzétek meg. Milyen kicsi keze arca, csöpnyű itt az én harmadja. Olyan kicsi gyermek, mint más, mégis ő lesz a Mesiás. Most még kicsi, de ha megnő, vele szépül a jövendő. Vele szépül a jövendő. Kérünk, fogadjátok ezt el, amit hoztunk. Igaz szívvel, egyszerű az ajándékunk, mert szegény emberek vagyunk. Köszönjük, kedves pásztorom, hogy hozzánk elfáradtatok. Az ajándékotok megtisztelő, értékes, mert szívből jött. A mennyei üzenetet, hogy elhoztátok, köszönet. Szavatokat szívemőrzi, legyetek jó hírvivői. Nem csak a zsidónék várta a Mesiást, távol pogányok is vártak el nagy királyt, aki békességgel fog majd rákodni, békétlen népeket össze békíteni. A napkeleti bölcsek az egész szemlélben ismert volt előttük csillagok törvénye. Olyan jeledásra lettek figyelmesek, amit már régóta vártak és kerestek. Kiszámolták, hogy a végső idők ura mikor születik meg és melyik országban. Nehéz utazástól nem riadtak vissza, szándékuk és szívük indulatuk tiszta. Csillagokat vizsgálgatva figyelmes lettem én arra, hogy különleges eladás készül fényes találkozás. Amit láttam, feljegyeztem, nappal szerve számba vettem, a Jupiter pontos útja eltérő most más irányba. Így van, én is észrevettem, ahogy a Szaturnusz figyeltem, közeledik Jupiterhez és a halak csillagképéhez. Ez a hármas találkozás a legbiztosabb jeladás, hogy a végső idők ura jön a világ megváltója. Nem kell sokkal keresgélnünk, csak Palesztinába kell mennünk. Ez az év az időpontja, készülődjünk már is útra. Illő, hogy elé járulunk, kifejezzük hordalatunk. A bölcsek a csillag irányát követve folytatták útjukat, és megérkeztek végre, Betlehemet látva. Ez bizony kisváros, az istálló felett a csillag megállott. Nagy volt az örömünk a gyermeket látva, hiszen beteljesül szívük forró vágya. Kételkedés nélkül néztek a gyermekre, kincsüket kitárva rakták elébe. Hódolat, imádat, arany, tömjén, mirha, barlang, istálló, mint a templom volna. Csodálatos találkozás, középen van, aki jött, körülötte Isten népe, hittel válták őt. Szeretetnek hófehér palástja, boruljon áldón minden egyes házra, ébredjen tiszta imára a lélek, dicséret, dicsőség az ég Istenének. Legyen a szíma, mert szentelt oltár, tűze a híd, és illata a zsoltán. Örömfű szálljon fel a magaségnek, dicséret, dicsőség az ég Istenének. Érezze szegény és érezze árva, templom a szíves ajtaja kitárva. Hívogasz, fogad lágy angyali ének, dicséret, dicsőség az ég Istenének. Mennyei kertek hófehér rózsája, hújjon a sírók zokogó kutyára, kísérje halkan himnusza az égnek, dicsérje a dicsőség az ég Istenének.
Boruljon békén az éj boldog leple, mindenkinek indul Betlehembe. Csillagútján a vágynak és reménynek, zenjen örökre a szívben az ének. Dicséret, dicsőség az ég Istenének. Thank you.
Köszönjük, hogy érdekelnek a műsorán. Köszönjük a most Marinak a felkészítést, segítőjének, Gáborának is, hogy Mariannak, hogy ebben társuk volt, és köszönjük a gyerekeknek, nagyon ügyesek voltatok, és a kedves szülőknek is, hogy támogatták őket ebben. Én úgy érzem sokszor, hogy egy gyerek, most mondjak nagy szavakat, lelki fejlődéséhez kell az, hogy egyszer legalább szerepeljen egy karácsonyi műsorban. Amikor a nagyokat, egy nyolcadikosokat és már elvalogottak, beszélgetünk, akkor mondják, jó, igen, mi is voltunk napkeleti bölcsek, pásztorok, már rég elfelejtik, de ez egy igazán nagy élmény, részt venni, egy kicsit átélni a karácsonyt egy ilyen betelmes jelenetben, és oda képzelni magamat, oda élni, ez szerintem minden embernek kell. Azért, hogy majd felnőttként, amikor felnőtt fejjel veled gondolunk az első karácsonyra, akkor tudjuk mi magunkat oda képzelni. Igen, én is egy pásztor vagyok. Én is egy napkeleti bölcs vagyok. Én is viszem a magam hódolatát oda az Úr Jézushoz, mert szükségem van rá. És szükségünk volt lelkileg erre a műsorra is. Köszönjük, kedves gyerekek, Isten áldjon meg titeket és tartson meg itt a gyülekezet közösségében, hittanórákon, nyári foglalkozásokra, gyülekezeti táborban, gyerekisten tiszteletre, szeretettel várunk titeket. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a mai este létrejöhessen. Először is hálásak vagyunk az Úristennek, hogy együtt ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy Ista bácsinak is, és Jézika nének is ők készítették a templomot. A kedves gyülekezeti tagoknak, akik a fenyőfa felállításában, feldíszítésében segítkeztek. Köszönjük Barabbi Anitának is a szép asztali díszt, hogy mindig megörvendeztek bennünket ilyennel, méltóképpen tündököljön az Úr asztala. Szeretnék mindenkit maga ajándékozni, nem csak ezzel a műsorral, az ige hirdetéssel, a gyülekezet közösségével ezen az ünnepen, hanem a kiállatnál mindenki majd átvehet egy kis mézes kalácsot, immár hagyományjá vált, hogy olasz népiri felajánlása képpen ezt a kezünkbe vehetjük. Köszönjük neki is ezt az adományt, és Isten áldja meg őt szeretteivel együtt. Illetve a templom bejáratánál elvihető a gyülekezeti újságunknak a karácsonyi száma, egy fali naptárral párosítva, hogy egy kicsit belelássunk ez a mi betlehemi istállónknak is, jászolóknak az életében, mi zajlik itt és milyen programokra várjuk a kedves testvéreket, éljünk ezzel a lehetőséggel. Szeretettel hirdetem a további alkalmainkat, holnap karácsony első napján úrvacsorás istentiszteleten lehetünk együtt, ahol az énekkar szolgálatát hallgatjuk majd meg, illetve holnap utána megszokott időben 10:30-tól nem záró istentiszteleten lehetünk együtt. És már előre tekintve december 31-én, szilveszterkor délután 4 órakor zárjuk az óévet, és január 1-én délelőtt 10:30-tól a megszokott időben kezdjük az új esztendőt Isten segedelmével. Erre is szeretettel várunk mindenkit. Na de gyerekek, valami zavar engem, szerintem elfeledkeztem valamire, miért felelkeztem? Tőlem az agyamat, nézem itt a hirdetéseket, ami mindent elolvastam, mindent elmondtak. Fú, miről felelkeztem? Valami segítsen már, kis angyal, akár Léna, szerintem miért felelkeztem? Ajándék mutattak nekem? Ja nem, hogy mi adunk nektek, így van. Szeretnék meghálálni azt a szép műsort, hogy megörvendeztetek bennünket. Sokféle meglepetés van abban a zacskóban. Lehet, hogy valakinek gyík is van benne, úgyhogy most ne bontsuk majd ki, ne csöröljünk, nem, hogy elszaladjon a gyík. De ne féljetek, nincsen benne gyík, de azért még most ne bontsuk ki Isten tiszteleten, de egy magyarázatot hozzám fűznék. Én már nagyon várom a nyári szünetet. Ki az, aki várja a nyári szünetet? Hú, de még nagyon messze van. De már előre gondolva a nyári nagy kirándulásokra, többek között tettünk nektek bele egy újra szalvétát. Na ez nem olyan újra szalvéta, hogy megeszed belőle a szendvicset, és akkor összehagyod, és újra lesz benne egy szendvics. Ez nem ilyen varázs szalvéta, hanem ez egy olyan szalvéta, amit nem kell kidobni, hanem otthon majd anya kimos, végig a környezetet, és akkor újra bele lehet majd csomagolni a szendvicseret. Úgyhogy ha találsz benne egy kis anyag darabot, az nem ilyen kis fejvédő vagy sár, nehogy a kutya nyakába közd, hanem az egy újra szalvéta.
és sok más finomságot és érdekes dolgot is találtok majd benne, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Megkérem a segítőmet, hogy jöjjön és osszuk ki Marianékkal együtt. Dicséretünket énekeljük majd, és amíg kikeressük az énekes könyvben, gyülekezetünk presbitériuma, családom és jó magam nevében mindenkinek áldott békés ünnepet, áldott boldog karácsonyt kívánok, és boldog új esztendőt, de addig még találkozzunk, jöjjünk a jászolhoz, jöjjünk az Úr Jézushoz, öleljük őt egymást, hogy legyen megtartásunk, legyen megmaradásunk. 419. dicséret. Dicsőség mennyben az Istennek.
Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet.